Köszöntöm nézőinket! 2020. július 1-től bővül a számlaadat szolgáltatások kötelezettségi köre. Ehhez mobil applikációt is lehet használni. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm a stúdióban! Köszöntöm a nézőket! Kiknek nyújt segítséget ez a mobil applikáció? Tulajdonképpen minden adózónak segítséget nyújt, de különösen azoknak, akik mobil tevékenységet végeznek, tehát gyakran változtatják a helyüket, vagy nem mindig egy helyen dolgoznak, a nap folyamán is mozognak egyik helyről a másikra, tehát őnekik a tevékenységüket abban könnyíti meg, hogy a mobiltelefonról ki tudják állítani a számlát, illetve meg tudják nézni az adatszolgáltatás állapotát is például. Milyen típusú, milyen fajta mobiltelefonoknál elérhető ez a szolgáltatás? Ez a program, ez a hivatal saját fejlesztése, ennek a programnak a letöltése és a használata teljesen ingyenes. Arra kell odafigyelni, hogy Android 7.0, illetve iOS 11 verzió számú operációs rendszert kell tudni használni ezeken a mobilokon, illetve még az fontos, hogy ezeknek az adatoknak a tárolása a felhőben történik meg, tehát ezért nagyon fontos az, hogy folyamatos internet kapcsolat legyen. Ezeken kívül van-e valamilyen más feltétel, ami kell ahhoz, hogy használjuk ezt az applikációt? Igen, mindenképpen regisztrálni kell ebben az online számla rendszerben, majd át kell navigálni az online számlázó programban. Itt az általános szerződési feltételeket el kell fogadni, illetve egy QR kóddal kell összepárosítani magát a programot, illetve a mobiltelefont. Milyen funkciók érhetőek el ezzel az applikációval? Ezzel az applikációval tulajdonképpen minden olyan funkció elérhető, ami ahhoz szükséges, hogy számlázni, illetve nyilvántartani tudjuk ezeket a számlákat, illetve az adatokat át tudjuk küldeni a hivatal számára. Így például számlát lehet kiállítani előleg, számlát lehet módosítani, érvényteleníteni. Nagyon fontos az, hogy az alanyi mentesek és a tárgyi adómentesek is tudják az ügyleteiket így bizonylatolni, illetve a számlák nyilvántartására rá lehet nézni, illetve az adatszolgáltatás állapotát is meg lehet tekinteni. Ez ugye mobiltelefonon keresztül történik, így adódik a kérdés, hogy ez csak elektronikus számlára vonatkozik, vagy papíralapút is ki lehet így állítani? Papíralapút is ki lehet állítani, itt a mobil alkalmazásnál az nagyon fontos, hogy ebben az esetben ugye össze kell kötni egy nyomtatóval ezt az alkalmazást, és akkor minden további nélkül ki lehet nyomtatni ezt a számlát, illetve hogyha elektronikus számlát állítunk ki, magával a kiállítással egy időben el is tudjuk küldeni akár a vevő részére ezt a számlát, illetve az adatszolgáltatást is el tudjuk indítani, és megérkezik a hivatalhoz az adat. Tehát ez július 1-től életbe lép, és gondolom, mint minden más esetben most is lehet információt, segítséget kérni a NAV munkatársaitól. Igen, természetesen a hivatal honlapján írásos tájékoztatók állnak rendelkezésre, illetve hogyha bárkinek kérdése van, akkor a 1819-es információs vonalon is kaphat választ, vagy pedig bármelyik ügyfelszolgálaton is. Köszönjük a tájékoztatást! Én is köszönöm! Nézőinknek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!